Na jó, mehetünk. Menjünk. Az igen. Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. A mai kibeszélőbe elhoztuk nektek a Korn legújabb albumát, a The Nothing című dal, és most nem jövök, bocsánat, lemez, és most nem jövök azzal a rossz hozzászólással, amin a múltkor kurva jót kacagtunk, hogy legalább a cím találó. Elpoénkodtunk ezen, de azért azt se adjuk figyelmen ki, hogy ez egy komoly mondani valót tartalmazó lemez. Tehát, hogy oka van annak, hogy ez a lemez ezt a címet kapta, és olyan lett, amilyen, mert hát ugye Jonathan Davis elvesztette a feleségét. Igen. És ennek ő neki állít emléket ez a lemez voltak éppen. És igazából az a durva, hogy bennem nulla szállat mozgat meg az egész Korn diszkográfia, kivéve a dubstepes lemez, mert azt bírtam, de amúgy maga... Ide lőjetek neki. Igen, nyugodtan itt lehet, itt valahol, bár sokak szerint szívtelen vagyok, meg lelketlen, de ez most nem lényeg. Szóval, hogy bennem nulla dolgot mozgat meg ez a Korn diszkográfia, de ezt az albumot így elhallgattam. Elhallgatni el lehet, tehát amíg megy, addig kellemes, mert azért a Kornnak mindig megvolt ez a jó oldala, tehát jók Davis dallamai többnyire, vannak emlékezetes refrényei, én imádom, hogy Fieldy bőgője csattog. Igen, az kilométerekről felismerhető alapot biztosít a Korn hangzásnak. Igen. Ray Luzier is egy überdobos, de igazából semmi extrát nem hallottam a lemezen. Fejhangot hallottam. Igen, a veszőparipád... A fejhang szponzorálja, bazdmeg, komolyan mondom. Esküszöm, tehát minden, mindenkinek fejhangot kell kiénekelnie, Síkos Olivértől kezdve, a faszon tudjuk mindenki. Hát azért volt múltkor itt egy DRT-s Murder lemez, tehát hogy... Ott nem volt fejhang. De hogy Jonathan Davisnek is el kell már kezdenie. Persze, hát meg ugye Corey Taylor is elkezdte. Na, a másik, igen. Maximálisan nem értettem, hogy erre mi szükség van. Na mindegy. De várjál, de és az a durva, hogy azóta akárhol olvasom, mindenki a Nero Fortét mondja, hogy az a lemez dala, az elmúlt tíz év dala. És nem. Tök nem. Igen. Én már meghallom bármikor azt a fejhangot, és azt tolul fel bennem, hogy VTR. Igen. Maximálisan egyet tudok érteni. És itt is a Kornnal az volt, hogy egyszerűen én nem tudom megkülönböztetni a dalokat egymástól. Van a kicsit visszafogottabb slágeres, meg van a durvább Kornos, a és így igen. Pont. Tehát, igen. Hogy így nincs az, hogy így karakterisztikája van a daloknak, és akkor így, tehát, hogy tudod, első hangból, hogy na most ez az a dal. Nem, hanem vagy jön valami böszmülés, és akkor utána egy slágeres refrén, vagy valami lagymulás, és egy slágeres refrén. Slágeresnek szánt refrén, mert azért nem mindegyik slágeres, tehát azt azért így tartanám, hogy igen, Jonathan nem. Davis jó, de azért a Queenhez ne hasonlítsuk, semmiképpen ne hasonlítsuk. Megtaláltam a Queen, egy-két Queenes részt mutatóba találtam, de tényleg komolyan kettő olyan... rész volt a lemezen, ilyen pár tíz másodpercek, amikre helyek közben rá lehetett fogni, hogy Queenes hatású, de Can You Hear Me vége, meg a This Lost közép része. Ez a kettő az, amit találtam igazából, tehát... Yeah. És ott vannak, tehát... Jó, de ez meg egy ilyen nyilatkozat a lemez kijövetel előtt, hogy Queenes ének témákkal dolgoztam, tehát nem. De tényleg egyébként, most... ott vannak, csak mutatóba egy-kettő. Figyelj, erre azt tudom mondani, hogy majdnem megdugtam a Zsófit a barátok közből, mert én akartam, csak kurvára zavart a tévé. Tehát, hogy ez most olyan, hogy így sok mindent lehet mondani, de azért így nem. Erről eszembe jut az a vész, hogy két tata beszélget a nyugdíjas otthonban. Tegnap megbaszhattam volna Claudia Schiffert. Miért itt volt? Nem, felállt.
Na igen, 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 igen. És tehát lehet ilyen hangzatos nyilatkozatokat tenni, de attól még azt nem fogja fedni a valóság. Nekem egyáltalán nem fedi a valóság. Marketing dumának tök jó. Annak tök jó. Így van, így mi van. Mi is ennek kapcsán valamelyik friss előben beszéltünk erről, biztos majd Jonathan Davis beleírja a biográfiájába, hogy a fülelősök beszéltek ennek kapcsán rólunk. Sanszos! Bekerültünk a fülelő hírműsorba. Így van. De tényleg, tehát... bullshit. Igen. Bullshit volt. Igen, 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 igen. Zeneileg egyébként meg... tehát tényleg, igazából kornos az egész. Tehát, hogyha igen, olyan szempontból megyünk neki ennek az egésznek, hogy ők most maradni akartak a stílusoknál, és a saját stílusukban egy jó vagy egy hallgatható lemezt csinálni, akkor igazából itt teljesítették azt, amit így kilőttek igen maguk elé, mert tényleg, mélyek azok a gitárok, csattog a basszus, Ray Luzier királyú dobol, ő se csinál semmi extra, de királyú dobol. Igen. Vannak ezek a rémizgetős effektek, amivel például a You Never Find Me, vagy nem tudom, kezdődik. Mert tehát, hogy azok a tipikus kornos effektek, ami korná tették a Korn. De hogy így először a lemez hallgatás közben először a Finally Free-nél kaptam föl a fejemet, hogy így, na ez a refri, vagy ez a sláger. Igen. Az is egyébként. Tehát, hogy az így kimagaslik így az egészből, egy teljesen más koncepcióra épül föl, jönnek azok a kis felütéses izék, és na ott érzed, hogy ott az úgy na. Igen. Egyébként nekem nem egy dal hallgatásánál ugrott be az érzés, hogy én ezt már konkrétan hallottam tőlük. Tehát nem egy dalnál éreztem azt, hogy ez most valamelyik korábbi daluknak az utánérzése, így kvázi van, újraértelmezése, és oké, hogy van már egy életművük, de azért ez nem mindig szerencsés. És nekem ez a kapásból a Finally Free és az utána levő Can You Hear Me csúcsosodott ki, hogy az egyik refrényét beraktad volna a másikba, észre se vetted volna. Pontosan, teljesen pontosan ugyanolyan, tehát hogy így, igen. Maximálisan egyet tudok ezzel érteni, de valószínű egyébként ez kicsit olyan, mint a metalcore, hogy így már mindent ellőttek, amit el lehet benne, tehát már mit csináljanak, érted? Igen. És pont ezért tetszett nekem a dubstepes lemez, hogy ott aztán kitágították a határokat, és igen, ott aztán kitoltak mindent a maximumra, aztán így vissza. Igen, hát nagyon sok rajongónak nem jött be az unorthodox megközelítés, mondhatjuk így. Igen, igen, igen. Tehát igen. Nagyon sokan akkor püszköltek rájuk, hogy mi a faszom ez. Pedig az maga nemében egy jó lemez volt. Jó lemez volt. Szerintem a legjobb Korn lemez, de ugye én a tipikus Kornt nem annyira hallgatom, meg nem annyira szeretem, tehát nem akarok blasfémiát elkövetni, hogy így ilyet mondok, de nekem az. Uh-huh. Jó, hát nálunk otthon volt egy ilyen időszak, amikor karácsonyfa díszítés közben is a Follow the Leader lemez szólt. Röhögsz, de tényleg? Az igen. Röhögsz, de tényleg? Nálunk mondjuk akkor dupla kávé, de hát ugye kinek mi? Ki mit hozott otthonról? Tejszínnel? Nem, egyszer fent, egyszer lennel. Meg fekete, mi az? Hirtelen akartam. Soha ne sajnáld, hogy nem tudsz dupla kávét ja, nézni. Ja, igen. Na mindegy. Hosszú fekete haj, te sukán ez a csaj. Na hát srácok, mi Dióhéjben ezt gondoljuk az új Korn lemezről, a The Nothingról. Mondjátok el, hogy miért vagyunk hülyék, mert valószínű szerintem ez itt azért le lesz írva egyszer-kétszer, hogy miért vagyunk hülyék, és hogy a Korn az mekkora a stílusteremtő és korszakalkotó és a nu metal atya és a faszom tudja. Nem vitás, de 2019 van. Így van. 26 évvel, vagy 25 évvel a Korn feltűnése után. Így van, tehát akkor, ami működött, az nem biztos, hogy most is ugyanúgy működik. Nagyjából ezt mondjuk, nem? De egyébként, amíg hallgatod, ez egy jó lemez. Csak sok momentumra nem emlékszel vissza. Pont ez az, hogy szerintem egy két hét múlva arra se fogok emlékezni, hogy kijött az új Korn lemez. Na hát srácok, mondjátok el tényleg, hogy ti mit gondoltok róla, meg rólunk, meg erről, meg az egészről. Iratkozzatok fel, aztán meg legközelebb jövünk. Szevasztok! Sziasztok!